Kedves hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy mikor hallottunk el, vagy valahol lehet énekelni, hogyha szükséges. Engem Kaptai Györgynek hívnak, én vagyok újabban a MOM-nak, a Miskolci Akadémiai Bizottságnak az elnöke. 2020. augusztus 1-től egyébként, több mint egy éve eltelt, és engem itt nem látott senki. Illetve néhány láttak, akik bejöttek, de azok nagyon, nagyon kevesen voltak, hogy bejöttek. Éppen túl vagyok a Covid-on, meg még nem jött az új ügye, és akkor most éppen itt lehetünk átmenetileg. Új alakult a MAP, Rossz professzor és csapata, többek között Szabó Tóth Kinga van, ugye akik sokszor láttak, gondolom, akik itt vannak, ő volt a küzdelnök, nagyszerű munkát végeztek, próbálom felnőni hozzájuk. Szerencsére mondhatjuk, hogy csak azért nem tudunk felnőni hozzájuk, mert a Covid ügye, ez a szerencsénk, hogy ezt mondhatjuk. Fazekas Csaba lett a klubelnök Szabó Tóth Kinga után, és egy nagyon tartalmas programmal készül, ami 8 különböző előadásból fog állni, és nagyon reméljük, hogy ez meg fog valósulni. De én nézve a tévét úgy éreztem, hogy nem várhatjuk meg az októbert. Még mielőtt újra bezárnak minket, valami nagyon kell, és én nagyon köszönöm alkalmatlan ősz tanárnak, hogy ezt ilyen gyorsan bevállalta. És akkor tulajdonképpen én nem is szaporítom a szót, hanem akkor átadom a szót tanárnak, aki helyett nem akarom elmagyarázni, hogy a Dante és a Liszt pontosan milyen kapcsolatban voltak egymás, ezt inkább tegye meg. Nagyon szépen köszönöm. Szépen köszönöm Kaptai úrnak a felvezetést, és hát sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ma este ezen a rendezvényen. Hallatszik ez a mikrofon elégében? És segít ott a megértésben hátul? Jó, rendben. Tehát Liszt, Dante és természetesen Doré. Ez a fajta hármassága az, ami most a különböző művészetek vonalán feltárul Önök előtt, illetve az a gondolatiság, amit Liszt Ferenc szeretett volna, hogy ne maradjon kifejezetten az egyháznak a vonzás körébe. De természetesen nyilván olyan dolgokról, olyan gondolatokról lesz szó, amely a vallás és ugye az abból eredeztetett morál-erkölcs gondolata körébe tartozik. Ráadásul ugye reflektál a dolog a régi Memento Mori gondolatára is, ugye a mi életkortól függetlenül is azért nap mint nap felünk van, hogy vajon mi lesz velünk a halál után. Liszt Ferenc, amikor először járt hosszabb ideig Itáliában, akkori élettársával, Marida Gógrófnővel együtt ismerték meg Dante isteni színjátékát, és Liszt Ferencet már is egy nagyszabású zongora kompozícióra, egy szonáta megírására inspirálta. Nagyon érdekes egybeesés ez, hogy ekkoriban történt meg vele az, hogy Velencében egy német nyelvű újságból értesült a magyar árvíz híréről, és amikor Bécsben jótékonysági hangversenyeket adott, akkor állítólag már ennek a műnek is az ős verziója elhangzott. Tulajdonképpen ez a kompozíció kicsit Victor Hugo szűrőjén át keletkezett, aki voltaképpen azt mondja, mert ugye Liszt a művének alcímében azt írja, hogy Dante olvasása nyomán, és ez Victor Hugótól van ez a passzus, ahol tulajdonképpen igazából arról van szó, hogy minden ember életében megvan a maga pokol, rész, és hogy kinek ez milyen életútbeli megtapasztalások, élmények révén rajzolódik ki, hát ugye ez teljesen egyedi. Persze a Dante szonáta, tehát a szóló zongora kompozíció, az egy tételes alkotás, amelyben csak esetleg nyomokban kereshetjük Dante nagy háromrészes irodalmi alkotásának az elemeit. Igazából az Inferno az, ami ott megjelent. Később a weimari időszak alatt, amikor Liszt már megállapodott, és a Marida Gógóval való kapcsolat véget ér, Caroline Sam Wittgensteinnel élt együtt éveit, és hát ez tulajdonképpen szellemileg volt egy termékeny időszak számára, ugyanis nagyon hasonlóan gondolkodtak dolgokról, egymást ösztönözték társművészetek megismerésében, és egyáltalán a weimari nagy kompozíciók, a szimfonikus költemények előszavának a megfogalmazásában is közös gondolatokat fogalmaztak meg.
Lisztenek visszatér ez a témához, és imáron egy három tételes szimfóniát fogalmaz meg, amelynek a címei kétharmad részben reflektálnak Dante alkotására is, itt tehát az első tétel Inferno, második a Purgatórió, viszont a harmadik tételről, hogy Liszt megkísérelje bemutatni a Paradicsomot, erről maga Wagner beszélte le, akivel ekkoriban már egy elég szoros szakmai kapcsolatot ápol. Liszt nagyon nagyra tartotta kollégáját, és elfogadta az ő javaslatát, így hát egy magnifikátot komponált a helyére, tehát ugye egy dicsőítő, szüzenet dicsőítő szám. Nos, ezt a magnifikátot a szimfóniában is egy gyerekkórus, egy művikar szólaltatja meg, és hát már itt most szeretném megköszönni a Forrás Kamara Kórusnak a közreműködését, illetve hogy elvállalták a felkérést, tehát angyali hangokat ők fogják varázsolni a zongora hangjainak. Persze hát nyilván a zenekarhoz képest azért a zongorának mindig fakóba hangja, még akkor is, ha az ember megpróbál Liszt után valamennyire zenekari hangszíneket imitálni a zongorán. Egyébként maga a négykezes átirat, ami felhangzik, nem Liszt transzkripciója, viszont az ő két zongorás átirata nyomán készítette ezt el egy német mester. Hogy mi ennek az egész mai estének az apropója, ezek évfordulók. Persze lehet mondani, hogy az évfordulók egy kicsit ilyen oktroját, vagy néha olykor ilyen erőltetett ünneplésbe átmenő események tudnak lenni, vagy legalábbis az évfordulók kapcsán történő megemlékezések. Minden esetben mégiscsak egy lehetőség, adhatunk magunknak, hogy elmélyüljünk ezekben a rendkívüli alkotásokban. De hát a 700 éve hunyt el, egy évvel halál előtt fejezi be ezt az alkotást, ami ugye a legszebb irodalmi nyelven fogalmazódott meg, és amelynek passzusait Liszt maga citálta is a kompozíciójában, tehát a szimfóniának már a kezdete is úgy köszön ránk a partitúra lapjairól, hogy Liszt beleírja Dante sorait. Ezeket természetesen magyar fordításban magam is idézem. De ami a legérdekesebb, hogy hogyan kapcsolódik mindehhez Gustave Doré. És egyáltalán én hogyan kapcsolom Doré képeit a Liszt Ferenc féle megzenésítéshez. Gustave Doré 1861-re készült el az első képsorozatával, amelyben elsőként az Infernót jeleníti meg fekete-fehér ábra rajzokon. És ilyen szempontból nem csak a 700 éve Doré vagy Dante, a 210 éve született Liszt, hanem ennek az Inferno sorozatnak a 160. évfordulóját is ünnepeljük, és megemlékezhetünk erről. Lisztnek volt egy gondolata, ami aztán sajnos beteljesületlen maradt, hogy az ő Dante szimfóniáját úgy adják elő, hogy képeket vetítsenek. Egy ilyen nagy diaráma szerkezetet képzelt el, tehát diarámákat vetítsenek, ez akkor nem valósult meg. Én igazából nem is tudom, bár bizonyára történetet, és olyan sok szimfonikus zenekar működik már a világon, hogy előadták volna ezt a kompozíciót képekkel vetítve. És hogyha afelé hajtanám itt a gondolatot, hogy bizonyára nem, akkor azt azon indokolnám, hogy más dinamikája van egy irodalmi alkotásnak, és más törvények mentén bontakozik ki egy zenei kompozíció. Miről is van szó? A nagyszabású szimfonikus tételekben a zeneszerző többnyire az úgynevezett szonáta formát használják, aminek az egyik ismérve, hogy itt a dinamikus fejlesztés során a dolog eljut egy olyan pontra, amikor olyan, mintha visszatérnék a kezdethez. Tehát ezt hívják rekapitulációnak, egy visszatérésnek. Most nyilván a Dante művében ilyen nincsen, hogy a 8. bugyor után most akkor megint egy második, meg egy harmadik bugyor következik. Tehát ilyes módon az irodalmi mű természetes folyamatát nekem meg kellett törnöm. Egyébként maga Liszt Ferenc sem tartja magát egyfajta szolgai folytonossághoz. Tehát ilyes módon ugye a második bugyor a szerelmesek bugyra, a szerelem halottainak bugyra, ez Lisztnél csak a középrészben jelenik meg. Addig pedig nagyon sokféle hangulat, nagyon sokféle kép tárul elénk a zenéből, így módon én itt a saját megérzéseimre, a saját benyomásomra hagyatkoztam, amikor
összeválogattam a képeket olyan sorrendben, amilyennel én a zenéhez időnek gondoltam. De ezt ne kérjék tőlem rajtam számon, hogy szerintem a Liszt oda biztos, hogy más képet tett volna. Igazából azt sem tudjuk pontosan, Doré képeit akart elkideríteni, és ahogy mondom, a két művészeti formavilág egymástól előtt. Így módon igazából ez egy kísérlet és egy lehetőség arra, hogy önök a Liszt zenéjének hallgatása közben Doré képeit is megismerjék. Tehát ezt ezzel a fajta lazasággal fogadják és próbálják meg befogadni. Tehát ugye Inferno tétel, ez Liszt kompozíciójának is az első tétele, amelynek van egy uralkodó hangköze, amely nem más, mint a triton kis szakmázás is következik most. Ez így hangzik. Ezt már a késő középkori és reneszánsz zenében is úgy hívták, hogy diabolus in musica, tehát ördög a zenében. A diabolus a megosztó, aki megosztja az embereket, eltávolítja őket egymástól. Milyen érdekes, hogy maga ez a hangköz is, az oktávot, ugye ez az a hangköz, ami mindig meg is néplődik, ezt is pontosan két részre osztja. És pont két ilyen diszonáns, ilyen rossz hangzású részre, amit nagyon sokáig kerültek a zeneszerzők, majd amikor alkalmazták, akkor nyilván szimbolikus jelleggel. Liszt is ugyanígy tesz, nagyon érdekes, már a Dante szonátát is ezzel a hangközzel indítja, minthogyha azt akarná sugalni felé, azt szeretné sugalni felé, hogy már mi magunk ott állunk a pokol kapujánál, és olvassuk a híres feliratot, kint belépsz egy felmindelő. Azt is mondhatnám, hogy Liszt akkor tulajdonképpen már feje tetejére állítja a dolgot, hiszen az irodalmi műben a legvégén érünk el Luciferhez, itt pedig már is az elején hallhatóvá válik ez a hangköz. Tehát innen is láthatják, hogy nem kell ezt erőltetniük önöknek sem, hogy állandóan kényszeresen direkt párhuzamot keressenek az irodalmi mű és a zenemű között. Egyszerűen csak hagyják, hogy hasson önökre, amit látnak, illetve amit hallanak. Középrész ennek az Infernónak egészen más hangvételű, nagyon lírai, nagyon áradó dallamiság jellemzi, szemben az őt körülvevő borzalommal, ami Antal testvér, Ben Gilbert Antal testvér szerint, aki a vasgyári ferences testvéreknek a vezetője, a vasgyári katolikus templom plébánosa, ott adtuk elő bő másfél héttel ezelőtt ezt a kompozíciót, hogy a Liszt zenéje még így is túl szép ahhoz, amilyen a pokol lehet. Mert nyilván arról is legfeljebb csak elképzelésünk lehetnek. Na most ez a középső rész, ez valóban nagyon szép muzsika, ez lenne tehát a szerelem halottainak zenéje. Itt azért belegondolhatunk abba is, hogy Liszt Ferenc, aki hát nem volt úgy szerencsés a szerelmekbe és a nőkkel való kapcsolatban, itt nyilván önéletrajzi ihletettséggel is komponál, mint az amúgy is jellemző a romantikus alkotóművészekre. A Purgatórium szintén rendkívül különleges zene, erősen kontemplatív, bízom benne, hogy nem fognak unatkozni, hanem itt is invitálom minket egy belső szemlélődésre. Ezt most nem akarok ironizálni, de egy kicsit azért fogok, hogy ugye kevesen jöttünk, alapvetően a világ nyilván, világnak azért viszonylag kevés, vagy kis szelete akar napról napra folyamatosan szembesülni önmagával, a lelkével, és Liszt ezt pontosan jól tudta, ezt a szekularizációt megtapasztalta az életében, és ezt a jelmondatot tűzte a maga láthatatlan zászlajára, hogy ha az emberek nem jönnek a templomba, akkor kiviszem a templomot a hangversenyterembe. Tehát ennek a zenének ilyen szempontból ilyen funkciója is van, hogy kicsit ugye a lelkünket is ápoljuk és szembenézzünk elmúlt dolgainkkal. Megállás nélkül, tehát attacca, folyamatosan fogunk átlépni a képzelt paradicsom világába, amit ugye Liszt nem írt meg, de azért mégiscsak sejteti ezzel a gyönyörű magnifikáttal, amelyben egészen újszerű zenei eszközöket alkalmaz, tehát Liszt itt kettős minőségben tárul elénk, ugye egyrészt a lelki ember, aki aztán ugye 1665-ben felveszi az abbéságnak a rendjét, a Brassó egyházi rendet, és a forradalmár, aki állandóan feszegeti a zenének a harmóniai lehetőségét. Hát szóval egy nagyon izgalmas kompozíció vár most önökre, amit nem ismernék, én kívánom, hogy
hason önökre ez a lelkük legmélyéig, és még akikor konferáltam fel, az a kedvesem és partnerem, a négykezes zongorajátékban Mezei Martina, úgyhogy thank you.
Thank you.
Thank you.
köszönjük szépen. Szó bennakad. További nyugodalma, szép estét és jó egészséget kívánok. Köszönjük. Köszönjük.